Poštovani roditelji, draga deco, školska uprava u Zemljaninu i ove godine organizuje besplatnu pripremu za polaganje završnih ispita iz maternjeg jezika i matematike. Naša želja je bila da vam pomognemo da se što bolje pripremite za polaganje završnog ispita. Ipak, želeo bih da vas podsjetim da će uspjeh na završnom ispitu najviše zavisiti od vašeg zalaganja. Srećno! Pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koje im ne mogu odoleti. I zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće. Olvasd el figyelmesen az alábbi részletet. Október 12-e szerda. Ezen a napon már olyan a vár, mint a rosta. 32 napja, hogy lövik szünet nélkül, hol elől, hol hátul, hol az egyik oldalon, hol a másikon. A török ágyúgolyó annyi már a várban, hogy úton útfélen botlanak bele. A parasztok nyírfaseprővel verik félre az apraját az útból, nehogy az ostrom alatt bukdossanak rajtuk. A nagyját az ágyúkhoz meg a falakra hordják. Az új bástya meg a földbástya között V betű alakú nyílás tátong a falon. A tömlöc bástya oldala leomlott a mélybe. A földbástya csupa lyuk, mint a darásfészek. A bojki toronynak csak a két fala áll. A szeglett torony olyan, mint a fölülről földig odvas fa. Palánk csak itt-ott. A belső épületek is kidőlt, bedőlt, tetőtlen falak. A palotában csak épp 3 szoba lakható még, azokba is beesik az eső. Az első feladatunk, a részlet alapján nevezd meg a mű szerzőjét és címét. Hát én hiszem, hogy még olvastam ezt a kis részletet, valamennyien fölismertitek az egyik házi olvasmányt, mégpedig az egri csillagokat, amelyet Gárdonyi Géza írt. Tehát beírjuk a szerzőhöz, Gárdonyi Géza. És a címhez pedig Egri csillagok. Még egy feladatunk van itt, a kettes számú. A részlet első sorában olvasható dátumból hiányzik az évszám. Karikázd be az alábbiak közül a megfelelő évszám előtti betűt. 3 lehetséges válaszunk van, 1452, 1552 és 1652. A részlet első sorában tényleg csak annyi van, hogy október 12-e szerda, de viszont, aki tudja, hogy mikor történt az egri vár ostroma, akkor az egész biztosan a B-t fogja bekarikázni, tehát 1552 a helyes válasz. Pótold a táblázat hiányzó részeit. Egy táblázatot látunk itt, amely 3 részből áll. Az első részben a szerzőnevét olvashatjuk, a középső részben a műcímét, és a harmadik részben pedig a műfajt. Az első sorban Arany János neve szerepel, és hogy annak a bizonyos műnek a műfaja életkép, akkor itt biztosan, hogy a Családi Kör című verséről van szó. Beírjuk Családi Kör. A következő sor közepén a János Vitéz címet találjuk. Mindenki ismeri, Petőfi Sándor János Vitéz
című művét, beírjuk az a költő nevét, Petőfi Sándor, és azt is tudjuk róla, hogy ez egy elbeszélő költemény. A következő sorban a Tüskevád címmel találkozunk, tudjuk jól, hogy ez a hetedikes háziolvasmány, amelynek az írója Fekete István. A műfaja pedig regény. A következő sorban nincs szerzője a műnek, a címe Kőmíves Kelemenni, tehát egész biztosan, hogy a Kőmíves Kelemenni című népballadáról van szó, népköltészeti alkotásról, amelynek nincs, illetve ismeretlen a szerzője. Tehát népballada. A következő sorban a műcíme az utolsó nomád Puliai riport, aki sokat olvasott Németh Istvántól, ő tudja, hogy ez is az ő riportja, tehát Németh István a szerző. És az utolsó sorban Nick Hornby nevével találkozunk, mint szerző nevével. Egy híres nevezetes eszének a címét kell beírni, az pedig Csak egy újabb szombat. Kösd össze nyilakkal a középső oszlopban lévő címeket a bal oldalon lévő szereplők nevével és a jobb oldalon lévő helyszínekkel. Nagyon érdekes és valójában nagyon egyszerű feladat. Nézzük, hogy miről van szó. Nyilas Misi az első név a táblázatban. Nyilas Misi, tudjuk, hogy a Légy jó, mint halálik főszereplője, tehát összekötjük egy nyillal. És hol játszódik a cselekmény? Debrecenben. A másik név Ladó Gyula Lajos, aki a Tüskevár főszereplője, tehát a nyíl így fog menni. És hol játszódik a cselekmény legnagyobb része? A Balatonnál. Tehát a nyíl a Balatonra fog mutatni. Társítsd a szerzőt a művével. Válogassa megadott címek közül. Tölts ki a táblázatot. Itt jó néhány címmel, illetve műnek a címével találkozunk, felolvasnám először. A Tűz csiholója, Hétkrajcár, Himnusz a békéről, János Vitéz, Kiviszi át a szerelmet, Légy jó, mint halálig, Milyen volt, Mostan színes tintákról álmodom, Régi módi történet, Tél, Tengeri hántás, Tétova óda, Toldi. Áthajtjuk a lapot, mert ott találjuk a táblázatot. A táblázat egyik oldalán vannak a szerzők nevei, és be kell írnunk a mű címét. Tehát Juhász Gyula, a műcímek között megtaláljuk a Milyen volt című versét, illetve a versének a címét, tehát beírjuk ide, hogy Milyen volt. A második szerzőnk Móricz Zsigmond, akitől a nagyon ismert Hétkrajcár című műcímet találjuk itt. Beírjuk, Hétkrajcár. A harmadik írunk Kosztolányi Dezső. Őtőle
a mostan színes tintákról álmodom című verscím van itt, beírjuk. Mostan színes tintákról álmodom. És Ady Endre nevével találkozunk itt még, tőle a Tűz csiholója című verscímet fogjuk beírni. El kell olvassuk figyelmesen ezt a szöveget, amelyet Béllei Pál írt, és meg fogjuk látni, hogy tulajdonképpen egy nagyon híres, általatok is ismert mű, ami még háziolvasmány is, tehát ennek a műnek a címadásáról szól. Az író több címet is adott készülő könyvének, mire az egy kétszavas elnyerte a tetszését. Mi lett a könyv végleges címe, és ki az írója? Ez a kérdés. Olvassuk a szöveget. Az író megírta művének egy részét, majd vázlatot készített a további munkához. A vázlat összeállítása után a Gergő diák címe lekerült a kemény tábláról. Új cím Holdfogyatkozás. De az írónak, majd később beírjuk az író nevét, ez se tetszik. Csak két hétig állta a helyét. Lesz Hol terem a magyar vitéz? Ez jobb. Ezt is kinövi egy hónap alatt, és kerül helyébe a török gyűrű. Ez meg aztán csak egy napig élt. Kiderül, hogy a török gyűrű hamis érték. Ezután következik Hold és csillagok, amiből végre a maradandó két szó alakul. Hát én hiszem, hogy itt többen, mivel hogy kétszavas a regény címe és csillagokról szól, akkor valószínű, hogy már többen gondoltak arra, hogy itt az egri csillagokról van szó, tehát írjuk be a címét, az írót majd később. És az a később az lehet most rögtön, mert tudjuk, hogy az egri csillagokat Gárdonyi Géza írta, tehát de az írónak, az író neve jön ide, Gárdonyi Gézának. Vagyis most megvagyunk az író nevével és a mű címével, nézzük tovább, mi maradt még. Tehát amiből végre a maradandó két szó alakul, egri csillagok, ez a mű címe, és ez illesztődik a milyen műfajú ez a mű regény élére. A 211-es feladatnál van még egy feladatrészünk, a B alatt. Itt is egy szöveget fogunk elolvasni, és utána majd megoldjuk. Egyetlenem, súgta. Egyetlenem. Úgy tudott súgni, hogy az ember a szájába kívánta venni a szavait. Minden szavát külön. Menjünk be, mondta B. A lakásban most más is lakik. Tudom, mondta B. Menjünk be. Déri Tibor Szerelem című művéből való ez a szép részlet. Nézzük, mi a feladatunk, meg kell állapítsuk, hogy melyik műnembe tartozik, és mi a műfaja. Tehát, mivel egy novelláról van szó, akkor csak is az epika műneméről lehet szó. Az epika műnemébe tartozik, és hiszen műfaja novella.
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj a kérdésekre. Az első kérdésünk, melyik műfajhoz és műnemhez kötődik a következő szövegrészlet? A második kérdés, nevezd meg a szövegszerzőjét. Figyeljünk a szövegre. Ez olyan fenyegetően hangzott, hogy Csutaknak ki kellett mennie az utcára. A szekrény mellett kilépett a kocsihoz, nézte a lovat. Aztán a szekrény oldalán kopogott, mint egy lakás ajtaján. De senki sem mondta, hogy szabad. Azok ketten bent, a szobában, mintha teljesen elfeledkeztek volna róla. Színes Géza végignyúlt a díványon, Ági pedig a haját igazgatta a tükör előtt. Majd hirtelen hátrafordult. Jaj, kedvesem, nem láttad a szerepemet? Igazán nem tudhatom, hol van. Hogy te milyen vagy? Sose törődsz velem, pedig én mindig kihallgatlak a főpróba előtt. Az újságban is benne volt, hogy Színes Géza legszigorúbb bírálója a felesége. Akkor se láttam a szerepedet. Műfaját tekintve, ez egész biztosan egy novella, beírjuk. A műneme pedig epika, hiszen a novella az epikai műnemekhez tartozik. A szerzője pedig Csutakról, hiszem, hogy felismertitek, Mándi Iván. Olvasd el az alábbi részletet, majd állapítsd meg a mű címét, szerzőjét, műnemét és műfaját. Tehát még mindig hasonló feladat, mint az előző kettő. Délután hívatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt, bele se merek nézni, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások, az ájulás kerülget. Megyek haza, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják, és futótűzként terjed a hír, lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcára. Jó, hogy a zsarukat ki nem hívták. Ha kilövöm a szemét, irány a dutyi. Igazságnéni dörzsöli Markát, nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele. Valahogy kiprovokál még egy róvót, és akkor repülök, csavargó börtöntöltelék lesz belőlem, a társadalom kivet magából, kukába túrok, ja Istenem, minek is nőttem meg. Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon, nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam én, hogy ottan ücsörög, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni, és jó. A mű, illetve a mű részlet stílusáról, hangneméről ismerjük föl itt Garaci Lászlót, akinek a Pompásan buszozunk cím regényéből való a részlet, tehát beírjuk a mű szerzője és címe, Garaci László. Pompásan buszozunk. A regény. Regény, tehát a műfajhoz beírjuk, hogy regény, és mivel a regény az epikai műnemekhez tartozik, akkor ide írjuk, hogy epika a műnemhez. Olvasd el a következő szöveget, és válaszolj a kérdésekre. Örkény István, újfajta dinnyebetegség. Reme Béláné, a Kiskorpási Szabadság Termelő Szövetkezet tagja,
Már a virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. A lelkiismeretes növényápoló a hang után sietve a szövetkezett veteményesében egy nyöszörgő görögdinnyét talált, melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Bodrogi főorvos, a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUS utazását, amikor értesült róla, hogy a dinnye a TS tulajdona. Valószínű, hogy műtétre kerül sor. A kórház telefonja állandóan szól, mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől. Az első kérdés, illetve az A alatti, milyen műnemhez sorolnád a szöveget? Epikai szöveg. Beírjuk, hogy epika. És hiszem, hogy mindannyian fölismertitek benne Örkény István egyik egyperces novelláját. Mi a műfaja a szövegnek? Egyperces novella. A kérdés az, melyik az a műfaj, amelyben a líra, az epika és a dráma tulajdonságai is megtalálhatók? Gregus Ágost meghatározása szerint ez a műfaj tragédia dalban elbeszélve, karikázzuk be a helyes választ. Négy lehetséges válaszunk van, vajon ez a műfaj a dal, az elégia, a ballada vagy az elbeszélő költemény? Hát ez a műfaj csak is a ballada lehet. Vagyis a C a helyes válasz, karikázzuk be. Elolvassuk a szöveget, és meglátjuk, mi is a kérdésünk. Mindhárom irodalmi műnem tulajdonságát magán viseli. Az elbeszélői műfajokhoz soroljuk, mert történetet mond el. Drámai jellegzetességei is vannak, a történet részben párbeszédes formában bontakozik ki. A lírai művekkel is rokonságot tart, mert érzelmeket fejez ki, és általában verses formájú. Ez a feladat nagyon hasonló az előzőhöz, tehát tulajdonképpen itt is egy műfajról van szó, amely a líra, az epika és a dráma tulajdonságait egyesíti, és a műfaj neve a ballada, beírjuk a vonalra. Még egy kérdésünk van ennél a feladatnál. Több ilyen műfajú szöveget is olvastál tanulmányait során. Írd le az egyiknek a címét. Hát jó lesz például a Kőméves Kelemenné című ballada címe. Itt is meg kell állapítsuk a műfajt. Állapítsd meg a következő Arany János művek műfaját. Néhány Arany János ballada cím van felsorolva. Ágnes asszony, 5. László Szondikét apródja, a Velszibárdok tengeri hántás. Tehát egyből föl is ismertük, hogy ez ballada, véletlenül sem novella, sem regény, sem műmese. Hiszen tudjuk, hogy Arany János nagymestere volt a műballada írásának. A C a helyes válasz, bekarikázzuk. Moj tate pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koji im ne mogu odoleti. I zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće.
Itt egy hosszabb szöveggel találkozunk. Olvasd el az alábbi szöveget, és old meg a feladatot. 1905-ben születtem Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám, néhai József Áron, 3 esztendős koromban kivándorolt, engem pedig az Országos Gyermekvédő Liga öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem 7 éves koromig, már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegény gyerekek, disznópásztorkodtam. 7 esztendős koromban anyám, néhai Pőce Borbála visszahozott Budapestre, s beiratott az elemi iskola 2. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket, engem és 2 nővéremet. Házaknál dolgozott, odajárt reggeltől estig, s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A 3. olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról, és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a Hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett. Úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre. Végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja. Azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják. 9 éves koromban kitört a világháború. Egyre rosszabbul ment a sorunk. Kivettem a részemet az üzletek előtt való áldogálásokból. Volt úgy, hogy este 9 órakor odaálltam az élelmiszer üzem előtt várakozó sorba, és reggel 7:30, mikor már sorra kerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világmoziban. Fát és szenet loptam a ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam, és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban, stb. 1918 nyarán Abbáziában üdültem a Károly királyféle gyermeknyaraltatási akció jóvoltából. Anyám már betegeskedett, mély daganatot támadt, s ekkor én magam jelentkeztem a Gyermekvédő Ligánál, egy rövid időre monorra kerültem. Visszatérvén Budapestre újságot árultam bélyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel kereskedtem, mint egy kis bankár. A román megszállás alatt kenyeres fiú voltam az Emke kávéházban. 1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámom már az árvaszék sógoromat, a most elhunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. Már megjelentek első verseim is, 17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam. József Attila Curriculum Vitae című önéletrajzából való részlet, már meg is mondtam, és hiszem, hogy rá is jöttetek közben. Tehát a 4 lehetséges válasz közül önéletrajz, levél, napló, emlékirat az első, az a helyes válasz, karikázzuk be. Olvasd el az alábbi részletet, majd húzd alá a helyes választ. Székely Tibor Lármás szellemek éjszakája című művéből való ez a kis részlet. Sokszor ettem majomhúst is, s állíthatom, hogy se nem jobb, se nem rosszabb, mint a marhahús, ha a majom öregebb, illetve mint a borjóhús, fiatalabb majom esetében. Azért valóságos esemény volt, amikor először haraptam bele legközelebbi rokonunk húsába. Láttuk, amint egy indián nyillal elejtett egy majmot.
Zsákmányát a vállára vetette, s amint cipelte, a majomnak nyitva volt a szeme. Az volt az érzésünk, mintha bennünket vádolna haláláért. Aznap este inkább nem ettünk a húsából, és korgógyomorral tértünk nyugovóra. A feladatunk, nézzük csak micsoda, húzd alá, mely műfajhoz tartozik a fenti szövegrészlet, tehát csak a szövegrészlet műfaját kell megállapítanunk. Három lehetséges válaszunk van, emlékirat, útleírás, napló. Székely Tibort hiszem, hogy sokan ismeritek, tudjuk, hogy nagy világutazó volt, és rengeteg útleírást írt, tehát azt húzzuk alá, hogy útleírás. Milyen műfajra ismersz az alábbi részletben? Írd a vonalra. Figyeljünk a szövegre. 7 éves koromban verset írtam, második vagy harmadik gimnazista koromban írott újságlapot csináltam. Zilahon 5. gimnazista koromban már verseltem az önképzőkörben, s mint zilahi diáknak jelentek meg költeményeim a helyi labban. Debreceni félig jogász, félig újságíró, kissé csokonaiskodó életemből sikerült kiszabadulnom, s 1900. január 1-én Nagyváradon kezdtem dolgozni egyik napilap szerkesztőségében, és már véglegesen és hivatásosan hírlapíróként. Nem sokára a Nagyváradi Napló szerkesztője lettem, sokat írtam, de kevés verset dacból, öntemetésből, mert hát költőnek lenni hóbortos és komikus dolog. Azonban, bár Budapestet sok affektálással lenéztem, a vidék sértett, nyomott, s a legfantasztikusabb terveim voltak. London, vagy talán Szentpétervár, Moszkva, de nem, mégis Párizs. Sors, furcsa, de nem is kellemetlen véletlenek, 1904-ben Párizshoz és Párizsba segítettek, s így gyerekes nagy elégtételemre kikerülhettem Budapestet. Párizsból a régi Vészi József és Kabos Ede csinálta Budapesti Naplóval sikerült észrevétetnem magam, és jobban, mint Nagyváradról, ahonnan már elaphoz fölkínált utam volt. Úgy kellett történnie, hogy írói bátorságom igazolását megkapjam előbb Párizsban, s egy-két tragikus franciától, mert a mesterségemhez még mást nem tanítatott el velem Párizs. Azután hazajöttem, újságba írtam mindent, politikát, kritikát, riportot, novellákat, verset. Próbáltam rengeteget élni. Az egyik feladatunk az, hogy megalapítsuk a szöveg műfaját. Első személybe van írva, tehát láthatjuk, hogy valaki a saját életéből mesél egy részletet, tehát ez csak is önéletrajz lehet, írjuk a vonalra. A második kérdés, ki írta a fenti szöveget? A szövegből nagyon könnyen rá lehet jönni a szerzőre, hiszen jó néhány város nevével találkozunk, például a szöveg második sorában ott van Zilah, aztán a harmadik sorban Debrecen, két sorral lejjebb Nagyvárad, aztán ilyen, hogy a Nagyváradi Napló szerkesztője lett, utána Párizst emlegeti, Budapestet fitymája, hogy így mondjam, a vidéket szintén, aztán a Budapesti Napló munkatársa lett, tehát kiről van szó, csak is Ady Endre lehet a szerző. A képletes beszéd paródiája fedezhető fel Varró Dániel Metró című versének következő két versszakában. Írd be a megfejtést, a kettős jelentésre utaló alakzat nevét, a kihagyott helyre. A rímképlet segít a feladat megoldásában. Tehát mire kell vigyáznunk? A kettős jelentésre utaló alakzat nevét kell beírjuk, azzal, hogy figyelünk a rímekre. Vagyis most ki fogjuk egészíteni Varró Dániel egyik versét egy szóval.
s míg kattog egyre távolabb, haladva lent a metró, halkan kattog a bőr alatt az ember szívedettó. Ó, bád ne kéne lógnia, fölodva minden elvét, ez itt egy, ha nem tűnt volna fel még. Tehát az utolsó előtti sorban hiányzik egy szó, olvassuk ezt a részt még egyszer. Ó, bád ne kéne lógnia, fölodva minden elvét, ez itt egy allegória, írjuk csak be. Ha nem tűnt volna fel még. Hogyan nevezzük a következő versben előforduló képletes beszédet? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt. Pilinszky János Halak a hálóban című verséről van szó, olvassuk el. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés, nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk, s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Négy lehetséges válaszunk van, allegória, jelkép, metafora, szinesztézia. Ha megfigyeljük a vers elején, azt mondja Pilinszky, csillaghálóban hányódunk, partra vont halak. Tehát valójában a költő itt ebbe az első két sorban már képletesen szól, hasonlításon alapuló a gondolkodás módja, hogy így mondjam. Tehát képletesen szól a kiszolgáltatott, a korlátozott emberi életről. Tehát arról, hogy az ember tulajdonképpen, ha szabadnak is születik, de az életét nagyon sok minden köti, nagyon sok minden meghatározza, nagyon sok mindentől függ, mint ahogy a partra vont halak is, ha partra kerülnek a hálóba, akkor már nem tőlük függ az életük. Tehát ez az első két sor utal arra, és a vers vége is, s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán, ahol szintén képletes beszéddel találkozunk, hiszen ha a halak éjfélkor étek lesznek egy hatalmas halász asztalán, akkor ez a halára utal, tehát a halak sorsát hasonlítja tulajdonképpen az ember sorsához, ezért itt allegóriával találkozunk, az A lesz a helyes válasz. Esetleg ide a feladat mellé írnám, nagyon röviden, hogy mi is az allegória, csak emlékeztetőként. Képletes beszéd. Úgy is mondhatnám, hogy átvitt értelem. Nagyon röviden így, lehetne még róla írni. Olvasd el Ady Endre versének második versszakát. Az első emberi bátorság áldassék. A tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mi a vers címe? Benne van a szövegben, és biztos, hogy mindannyian ismeritek, vagy tudjátok is fejből, tehát a tűz csiholója a vers címe, beírjuk. És még egy kérdésünk van a 215-ös feladattal kapcsolatban. Miért írta a szerző nagy kezdőbetűvel a tűz főnevet, ugye itt van a szövegben? Melyik költői képre jellemző a nagybetűs írásmód? Hát ezt is tanultátok biztosan, hogy a szimbólumra jellemző, hiszen ebben a versrészletben a tűz szimbólum. Ideírjuk a vonalra, tehát a tűz. Itt szimbólum.
a szimbólumra pedig jellemző rövidítek, írjátok ki a szimbólumra pedig jellemző a nagybetűs írásmód. Olvasd el az alábbi vers részletet, majd oldd meg a feladatot. Kosztolányi Dezsi Bácskai Rajz című verséből olvashatunk itt egy részletet. A napraforgó, mint az őrült röpül a pusztán egymaga, a tébolyító napsugárban kibomlik csenevész haja. Bolond lotyó, fejére kapja a sárga szoknyáját, s szalad, szerelmese volt már a kóró, a pipacs és az iszalag. Elhagyta mind, most sír magában. Rí és a szörnyű napra néz, a napra, úri kedvesére, ki részeg s izzik, mint a réz. Aztán eszelősen, bután, rohan a gyorsvonat után. A kérdés az, hogy milyen szókép a bolond lotyó. Ehol vagy a bolond lotyó? Csak nagyon röviden, mi is az a lotyó? Hát az örömlányt nevezik lotyónak, főleg falvakon, tehát azt a bizonyos örömlányt, aki pénzét árulja a testét, hogy így mondjam. Na most ebben az esetben bolond lotyóval van dolgunk, tehát egy olyan örömlánnyal, aki elvesztette az eszét, tehát megbolondult. No de, mi az érdekes? Nem annyira a lotyó, hanem maga az összehasonlítás, hiszen itt valójában metaforáról van szó, írjuk be mindjárt. Mi is a metafora? Írjuk ide mellé a metafora. Két dolog, esemény, személy, külső vagy belső tulajdonsága, alapján való azonosítása. Hol történik itt a versben ez az azonosítás? A napraforgó, mint őrült röpül a pusztán egymaga. Tehát a napraforgó és egy bolond lotyó összehasonlításáról van szó. Mert hogy? Tudjuk, hogy néz ki a napraforgó. Hát a közepén vannak a magvak, és a szélén azok a rövid kis sárga szirmocskák, amelyek úgy néznek ki, mint egy bolond lotyónak a szoknyája, hogyha az felkapja a szél, és ő még föllebbenti, és szalad. Tehát valami szemérmetlen képszerűség ez az egész. És mit az érdekes még, hogy hogyan beszél a bolond lotyóról Kosztolányi, hogy a szerelmese volt már a kóró, a pipacs és az iszalag, amelyek valószínűleg a tövében nőttek, esetleg az iszalag fölszaladt a szárára is, ahogy nőtt. Ő pedig kiről álmodozik? A napról, amely az égen van, egy messzi úri kedvesről. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és keretezd be a helyes válaszok előtti betűt. Én úgy gondolom, hogy ezt a szöveget fölösleges újraolvasni, hiszen nemrégen hangzott el az előző 22 feladatban. Tehát nézzük, hogy mi is a kérdés. A szöveg után találjuk a kérdést, hányféle közlésmód található a fenti szövegben?
Erre nagyon egyszerű lesz a válasz, hiszen már a szöveget tekintve is, tehát ha ránézel a szövegbe, akkor is látod, hogy vannak ott elbeszélő részek, bekarikázzuk az A-t, és párbeszéd is van benne. Leíró rész viszont nincsen. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre. Gelléri Andor Endre Egy fillér című novellájából való ez a részlet. 6 óra felé kibújtam a téglaszárítóból. Körülnyaltam a szikkadt számat, ujjaimmal kifésültem hosszú hajamból a téglaport, s elindultam ingyenes éjjeli szállásomról a Bécsi útra nyíló gyárkapu felé. A mázsalló házikóknál egy vízvezeték csöve kunkorodott ki. Derékig mesztelenül alágörnyedtem, s nevetnem kellett, mikor a didergő víz lecsurgott a nadrágomba. Hirtelen rám rivalt a gyár első dudálása. Fejem fölött megmozdultak a csillék, az üresek napfénnyel a bányába indultak, a teltek meg agyaggal jöttek a téglaprésekhez. Tompa dörrenés szállt, dinamittal robbantottak, óriási darabokra törve alázúgott egy-egy magas agyagfal. Átugrottam az árkon, s lefutottam az irodáig. Tudtam, mi lesz kiírva, mégis egész közel mentem az üvegablakhoz, és úgy bámultam. Ma munkás felvétel nincs. Két karom azonnal zsebre dugtam, minek fáradjanak a lóbálásban. És szívesen bedugtam volna elgyöngült lábaimat egy óriás zsebébe, csüggett életemmel együtt. Ó, szívesen fölnyaltam volna nyelvemmel egy konyhát, a nyelvemmel, csak már munkát kapjak. A feladatunk az, hogy húzzuk alá a belső beszédet, illetve a monológot tartalmazó mondatokat a szövegben. Maga a novella egyes szám első személybe íródott, de viszont belső monológot itt a szövegrészlet végén találunk, tehát onnan, hogy húzzuk csak alá, és szívesen bedugtam volna elgyöngült lábaimat egy óriás zsebébe csüggett életemmel együtt. Ó, szívesen fölnyaltam volna nyelvemmel egy konyhát, a nyelvemmel csak már munkát kapjak. Tehát ez az a bizonyos belső monológ, mert hogy a novella főhőse tulajdonképpen itt borul ki a legjobban, illetve itt érezzük a lelki állapotát, hogy hogyan érzi magát a munkanélküli. Olvasd el figyelmesen Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versének 3.-4. versszakát, majd húzd alá a bibliai, illetve mitológiai motívumot. Tehát feladatunk egyelőre az, hogy figyeljünk a szövegre. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árboc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Ebben a két versszakban egyetlen egy olyan szóval találkozunk, amely bibliai, illetve mitológiai motívum, az pedig az özönvíz. Húzzuk alá. Olvasd el Déri Tibor Szerelem című novellájának alábbi részletét, majd válaszolj a kérdésekre. Egyetlenem, súgta az asszony. B tovább simogatta a haját. Nagyon megöregettem. Az asszony átkulcsolta a térdét, magához szorította. Olyan vagy nekem, mint amikor elváltunk. Nagyon megöregettem, kérdezte B. Amíg élek, szeretni foglak, súgta az asszony. Szeretsz? Kérdezte B. Az asszonynak reszketett a háta, hangosan sírt. B levette kezét a fejéről.
Meg tudsz majd szokni? Kérdezte. Hozzám tudsz majd megint szokni? Soha senki mást nem szerettem, mondta az asszony. Szeretlek. Két kérdésünk van a szöveggel kapcsolatban. Az A alatt melyik epikai közlésforma dominál a novella zárlatában? A szövegre ránézve, már ránézésre is látható, hogy nagyon sok benne a párbeszéd, aki pedig olvasta ezt a gyönyörű novellát, tehát Déri Tibor Szerelem című novellát, az láthatta, hogy különben is nagyon sok benne a párbeszéd. Hát be is írjuk az A-hoz a feleletünk párbeszéd. És a másik kérdésünk, miért hívják B-nek a főhőst? Tudjuk, hogy ez a novella azokban a kegyetlen időkben íródott, mármint a személyi kultusz éveiben, amikor is ez a bizonyos történet, tehát csak úgy látható és kimondható ok nélkül bezárták az embereket, évtizedekig, illetve évekig voltak börtönben, mire kiszabadultak, akkor is csak úgy kérdés nélkül és magyarázat nélkül. Tehát ez sok mindenkivel megtörtént, nem csak ezzel a novella főhőssel, és ezért is nem írja ki Déri a főhősnek a nevét, mert hogy ez szinte tipikus volt, bár elég elrettentő dolog. Tehát beírhatjuk így, hogy személytelenség, arctalanság, tipikus sors, a személyi kultusz idején. Ezzel mára be is fejeztük, és további jó munkát kívánok nektek! Moj tata je pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koje im ne mogu odoleti. Zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće.